képzőtársaim, tízzel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. A meghívóban 9 napjeleni pont került megküldésre. Szabadásra bocsátanám, megállapítanám, hogy határozott képesek vagyunk, Csőgő Mihály alpolgármester úr hiányzik, valószínűleg némi késéssel, de érkezni fog. Mielőtt rátérnénk a napkezdő pontokra, az egyébként mindenki, hogy nem tiszteltek, köszöntjem Ecsedi Zsolt Szálas urat. 2015. szeptember 1-től ő a megbízott hősparancsnok, ugye a változásnak a körülményeiről tudunk, illetve a érezett út, azt ismerjük mindannyian, és amikor beszélgettünk a hősparancsnok úrral, akkor elmondtuk, hogy mi az elképzelésünk a jövő ebben történő együttműködésre vonatkozóan, és most az átadás átvétel folyamatban van. Ugye visegrádi kollega segít az ő munkáját, és minden bizonyal, amikor megtörtént az átadás átvétel, akkor sor kértünk arra, hogy egy testületülésen neki vagy részletesen átfogó helyzetjelentést vagy elképzelést fölvázol a Szálas úr. Szerettem volna, miután a mai napjainknak megtársa kerül sor, akkor a Szálas urat bemutassam. Kérdezem Szálas úrnak tisztelet, hogy kívánsz-e szólni a képviselőtársaimhoz. Hogyha megesik, néhány szóval bemutatkozni még azért. Ecsedi Zsoltnak hívnak. 1967-ben születtem, hős vagyok, van két fiam. Nagyon határozott feladatokat szabott meg számomra a Szentendrei rendőrkapitányság vezetője. Ennek egy része szinkronban van azzal, amiről polgármester úrral már beszélgettünk a múlt héten. Határozottan jó kapcsolatra és együttműködésre törekedne az önkormányzattal és a lakossággal. Elsődleges cél lesz mindenképpen, hogy a közterületi gyalogos jelenlétet, az elérhetőségünk szempontjából biztosítsuk majd a településen. Ehhez mindenféle ötletet nagy szeretettel várunk, hogy hova koncentráljuk erőinket, és remélhetőleg a jövőben is már egy pontosan tudunk együttműködni. Köszönöm szépen, és hát jó munkát kívánok, eredményes jó munkát kívánok, és azt kérdezem, hogy megköszönjük is, hogy egy később időpontban, akkor, amikor megtörtént az általános átvétel, akkor ennek ismeretően birtokában akkor egy a tájékoztás, hogy elkötődés majd válaszolnál a természetesen szívesen. Jó, köszönöm, köszönöm szépen a meghívást. Jó munkát kívánok. Jó munkát kívánok. Tudunk-e szavazni a megküldött napjeleni pontokról, azok sorrendiségéről, tehát tudja ezt kérem készletartásra szavazni. Köszönöm szépen, hogy nekünk a leakadatot. Átérünk az első napjeleni pontra, amely nem más, mint elkészült a gyermekorvosi és a fóorvosi ellátásról. E naprendi pont kapcsán tisztelt köszöntöm Széchi Imolda doktornőt, illetve Kutvölgyi Ida fogorvosnőt. Azt kérném a tisztelet, hogyha ide fáradnak venni a doktornő első körben, akkor adna egy rövid tájékoztatást. Természetesen a doktornőnek az írásos anyagát a képviselőtársaim láthatták. Azt kérdezem, hogy a doktornak, hogy kívánja szóban kiegészíteni a megküldött tájékoztatását. Vagy pedig, amit pontosnak tartasz, kiemelni a testület, illetve a lakosság számára. Azt szeretném kiemelni a számadatok után, hogy 15 éve, hogy indult a gyermekházi orvosi praxis, 2000 júniusában azóta történik ugye a gyermekszakellátás községünkben. A számadatok után, ami a technikai eszközök fejlesztése, ami történt az elmúlt évben, arra szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy teljes számítástechnikai korszerűsítés történt, mert manapság akár az egészségbiztosított pénztár felé, akár az INTS felé, hát mindenütt ezen a módon tudunk jelentést és kapcsolatot tartani. A számítástechnikai eszközök mellett a
gyógyító megelőző tevékenységhez szükséges új eszközök beszerzése, ami nagy segítséget jelent a mindennapi munkában, a felsoroltak, ami mind-mind megvételre és remélhetőleg, hogy a gyermekek gyógyítását megelőző tevékenységet fogja szolgálni. Újként az újságban is szeretném, hogyha majd megjelennem, egy adminisztrációs rendelés is rendelkezésre fog állni, ez hétfői nap. Ez a rendelés tehermentesítését szolgálná az esetleges, hogy receptek előkészítése, táppénzes igazolás vagy beutalók, tehát ez ne a rendelés idejét vegye igénybe. Ami még kiegészítés új lenne, hogy a csecsemő tanácsadás, ami adott időben, keretben történik, az egy hétfői nap, de úgy mutatkozik, hogy ez az egy nap a prevencióra fektetett hangsúly miatt, itt értem azt, hogy a nem kötelező védőoltások nagyobb hangsúlyt, még nagyobb hangsúlyt, mert azért eddig is próbáltuk a védőnőkkel a szülőket megnyerni, felkészíteni, és aztán a gyermekeket, kis csecsemőket beoltani, hogy a nem kötelező, de ajánlott védőoltást, hiszen a gyerekpraxisnak a legnagyobb feladata, ugye ez a gyerekpraxisra hárul a védőoltásoknak a beadása, megszervezése, hogy egy újabb napot időt kapnám a csecsemő tanácsadás, ez egy szerdai nap lenne, de hát ebben ezzel bővülne még. Amit szeretnék még kiemelni, illetve előre tervezni, hogy ami tapasztalat a szülőkkel való kapcsolatbeszélgetés kapcsán, hogy a kis csecsemő gyermekkor, kisdedkornak az otthonukban történő balesettel való bánás és a szülőknek a első riadalma utána a tevékenysége az talán még javításra szorul. Ezt tervezném, hogy a szülőknek egy első segélynyújtási otthoni balesetekben történő tevékenységéről előadást szervezni, illetve ami korábban jó tapasztalat volt és évek óta sajnos az iskolában nem működik, felső tagozatos osztályokban volt versenyre is mentek a tanulók, ez egy csecsemőápolási verseny volt, illetve a tanulók egészség nevelése annyi tantárt mellett talán erre is hangsúlyt kéne fektetni, hogy, illetve feleveníteni, hogy egy ilyen egészségnevelés, csecsemő ápolás, csecsemő gondozásban egy kis korábbi jártasságra szert tenni. Én ezt gondoltam volna kiemelni, és gyógyítunk, és megelőzünk minden nap. Köszönöm szépen. Én attól, hogy van köz, azt mondhatjuk, hogy amennyiben tervezett ilyen egyfajta nyilvánosság előtt tartandó továbbképzést, eladást, továbbképzést, akkor én azt gondolom, hogy ebben az önkormányzat alapján itt is együttműködünk, és olyan mivel épp házat vagy szükséges, ahol ezt meg tudja tartani, akkor ezt nagyon szívesen segítünk a logisztikai háttér biztosításával, hogyha feladat önnek munkáját tudjuk segíteni, hogy köszönjük. Visszakézzen késő társadalmat van a doktornő irányában. Kérdés. Amivel nincs, nagyon tisztelettel megköszönjük a tájékoztatását, amit írásban megküldött, és a kiegészítés az pedig ennek megfelelően azt a részéről a tudomásra vettük. Visszakézzen a késő társadalmat, elfogadjuk a gyermekorvosi beszámolját, aki elfogadja ezt kérni készítetést. Köszönöm szépen, hogy csak elfogadjuk. Nagyon szépen köszönöm doktor munkáját és további sikeres rendelkezést. Köszönöm. A második részében akkor a doktorokat már tiszteltel kérem, hogy is fáradjon minden mellém. A doktor is elküldte a írásos beszámolóját, amit szintén elküldtünk a képviselőtársaimnak, és ez itt van most kivetítve is. Szintén a kérdésem az megegyező,
hogy kívánni valamit kiemelni ebből a beszámolóból, meg pedig ezt kívánni kiegészíteni valamivel. Kiegészíteni, annyival egészíteni, hogy jogszabályi változások miatt az iskola fogászat keretében mi csak szűrhetjük már a gyerekeket, de ellátni már nem láthatjuk el, csak szülői engedéllyel, és ezért a szülők figyelmét felhívnám arra, hogy hozzátisztatják, hogyha mi adunk egy visszarendelő lapot, akkor hozzátiszta a gyerekeket ellátásra. A másik pedig, hogy szintén ugye jogszabályi okok miatt 16-14 év alatti gyerekeket ne küldjenek egyedül el fogászatra, mert invazív beavatkozást ugyanúgy nem csinálhatunk, tehát nem húzhatom ki a fogát. Tehát minden esetben szülői felügyelettel jöjjenek ilyen esetben a fogászatra. Ezt valószínűleg meg fogjuk írni majd az újságban is, hogy minél többen olvashassák. És hát amire még felhívnám a figyelmet, az amit legutoljára írtam, hogy a gép az 20 éves, remekül működik, tehát mindent, amit ki lehetett kötni belőle, és működik, az már kikötöttünk, de tényleg ott lebeg az, hogy bármikor felmondhatja a szolgálatot. Biztos kérdezhetek, mert olvastam az anyagában, hogy ez egy olasz gyártmány. Igen, ez a Volna szemcég csinálta annak idején. Maga a gép olasz, a készítőanyagok, a fúrók, az meg japán, azoknak a világon semmi baja, és pontosan ezért próbálunk majd olyan gépekben gondolkodni, hogy ezeket a készítőanyagokat meg lehessen tartani. A cégemnek, tehát az a probléma a géppel ugye, hogy ez a cég, aki gyártotta, az tönkre ment, 2 éve ment tönkre, és valójában a 20 vagy 10 év van, azt hiszem nekik alkatrészellátási kötelezettségük, és ebből is már kifutottunk, mert 20 éves a gép. De működik, tehát nincs nagy probléma, de bármikor. Tehát, hogyha jön egy nagy probléma, akkor lesz mi van. Ára? Hát én kérdeztem a szerelőt, ugye, mert ő jobban ért hozzá, hogy pontosan, hogy milyen kategóriában lehet gondolkodni. Egyelőre egy cégtől kapott ő egy árajánlatot, az 3,5 millió, illetve 4, na most szerintem 3-3,5 millió forint annyi, tehát az alatt nem lehet megúszni, de hogyha most október elején lesz például megint fogászati kiállítás, akkor én intenzíven elkezdek nézni gépeket, és akkor elkezdjük begyújtani az árajánlatokat, de mondom, ez csak azért mondom, hogy inkább el kell kezdeni gyűjteni rá a pénzt, mert ha baj van, akkor viszont akkor rögtön venni kell. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Hát visszakérnek a késztatásnak, hogy van egy kérdés, doktor, még első karácsony. Nagyon lenne egy kérdésem. A lapot, amit a gyerekeknek adnak, hogy rossz, mi a tapasztalat? Megcsináltatják máshol, vagy egy év múlva ugyanúgy találkozik a doktornővel? Gyakorlatilag 80%-ban egy év múlva ugyanúgy találkozik. Tehát az a tapasztalatunk, hogy gyakorlatilag a nadrág zsebekben maradnak ezek a papírok, és nem kerülnek ki a szülőkhöz. Most ez egy teljesen életszerűen folyamatnak tűnik nekem. Tehát azt gondolom, hogy egy szülő akkor tudja esetleg megreklamálni az ön által fölírt javaslatot, hogyha szintén fogorvos, akkor sem biztos, hogy igaza van, de akkor mondjuk vitatkozhat. Egy egyszerű szülő ezzel nem vitatkozhat. Nem vita van, tehát a szülő nem kapja meg az információt a gyerektől, hogy neki problémája van. De akkor is rossz a rendszer, tehát ez nyilván úgy működne jól, mint régen működött, hogy rossz, ott van a székben, és akkor megpróbáljuk megcsinálni. De ez az, ami már nem működik. És mivel magyarázzák ezt? Jogokkal. A gyermekek jogaival. Tehát joga van a gyermeknek, hogy a foga tönkre menjen. Inkább az a probléma, hogy mivel kvázi döntésképtelen, tehát szülői felügyelet alatt áll, a szülőnek kell dönteni a kezeléséről. És ezek a beavatkozások egyébként díjmentesek a gyermekek szerint. Igen, Tamás, hát viszont azt lefogjuk, hogy korlátozottan cselekvőképes, ugye. Mert tehát ehhez a beavatkozásra a törvényes képviselőnek hozzá kell, ha nem szerez óvatudomást, így legfeljebb azt nem tudom, hogy egy közvetlen kapcsolata a rendelő és a szülő között nem lehetséges. Jó,
Hát, csak a gyereken keresztül menne az a dolog, mert mondjuk az iskolán keresztül mi próbálkoztunk, de időnként kapunk visszajelzést, hogy túl elfoglaltak a tanárok, erre már nekik nincs kapacitásuk, tehát mi kiadjuk a papírt, és most azt nem tudom, hogy akkor esetleg ellenőrzőbe kérünk, szóval valami. Megelőzést, azt hiszem. Jó, hát említettél arra, hogy az iskola igazgatója is jelen van, és beszámolót tart, meg akkor meg kell, hogy erre reagáljon. Mindenképpen valamiféle megoldást a gyermekek érdekében jó lenne, mert látható, hogy az információ nem jut el a szülőkhöz, akkor ugye erre nem tudnak reagálni, feltételezve, hogyha kíván pozitívan reagálni az orvosi javaslatra. Tehát ez is egy másik kialakító. Egyszerű megoldásnak, hogyha ellenőrzővel együtt jönnek a gyereket, és akkor ahhoz beírhatjuk. Jó, van az ő felelősség. Jó, tehát egyfajta megoldási elkezelések vannak, én azt gondolom, hogy akkor az intézményvezetőkkel kellene majd ezt a konkrétan. A mi részünkről, amiben tudunk maximális támogatást adni, hogy akár a honlapon, vagy akár újságban erre vonatkozó tájékoztatást megtudjuk adni, hogy minél több szülő, minél több család kezébe el tudja jutni ennek az információs áramlásnak a lehetősége, hogy éljenek abban a lehetőséggel, hogy egy mindenesetről tekintett, illetve mindenesített egészségügyi beavatkozás a gyerek érdekében pontos és szükséges, és ez jó lenne, hogyha ezt megértenék. Elég furcsa dolog, hogy ezt meg el kell magyarázni, de erre a lehetőségére felvillant a figyelmet, és akkor újságban adunk lehetőséget arra, hogy ezt közzé tegyük. Van egy kérdés, hogy a képviselőtársaimnak is el tudjuk fogadni a számot, aki el tudja fogadni a beszámot, azt kérem készfeltartásra szemben. Köszönöm szépen dolgokat a beszámolat. Köszönöm a beszámolat. Köszönöm a beszámolat. És az első napjai pontot lezárva, rátérnénk a második napjai pontra, amely nem más, mint a tájékoztató iskolás az óvoda működéséről. Ennek megfelelően első körben felkérünk Kisné Balázs Erikőt, az iskola igazgatónőt, hogy tartsa meg a beszámolóját. Írásban megkaptam a képviselőtársaim ezen anyagot is. Azt kérem, illetve kérzem az igazgatónőtől olyan részt, amit ki kíván emelni a írásban beszámolójából, vagy pedig kiegészíteni. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen az utolsó meghívást, különös tekintetre arra, hogy ugye Tajtóföld önkormányzat, amint működtető, kiemelt figyelmet fordít a helyben lévő Pollák Mihály Általános Iskola és Alpokon Művészeti Iskola működésére. Amit kiemelnék, itt a legelején, amit írtam, hogy bár fenntartói és működtetői feladatok alapvetően törvény alapján elkülönülnek az intézmény működése kapcsán, ugyanígy a bevételek és kiadások tekintetében is. Azért az fontos még mindig, hogy az iskola azért valamennyi díjtételt mégiscsak bevételt termel a településnek, ez pedig a zeneiskolai térítési díjak törvény által meghatározott hányadából vannak. Örömteli dolog, hogy évről évre növekszik a zeneiskolai tanuló létszám, mert a tanuló létszám növekedésével nyilvánvalóan, különösen akkor is, ha rossz eredmény, de ha jó eredmény jönnek el, az is nagy öröm, mert a térítési díj növekedéssel együtt, ugye a gyermeklétszám növekedéssel együtt, annál nagyobb hányadban tudok visszafizetni az önkormányzatnak, amely segíti ennek a szakfeladatnak a működési költségeit. Amit én leírtam a beszámolomban, hogy egyrészt ugye a tanév zárásával kapcsolatokat és teendőket, másrészt a következő tanév indításával kapcsolatos teendőket. Ami nagyon fontos, hogy általában a tanuló létszámunk az ugyanaz, viszont az arányok évfolyamonként jelentősen változnak. Idén van egy olyan nagyon nagy létszámú 8. évfolyamunk, 47 fővel, ami jelentős terheket fog róni az iskola nevelőtestületére, különös tekintettel a megváltozott továbbtanulási feltételekre. A tárgyi feltételekről is részletesen írtam. Ezt szeretném azért kiemelni, mert sokak számára még mindig nem világos, hogy iskola-iskola, ugyanakkor van három épület, mind a három épület más-más jogi háttérrel működik. Van egy székhelyünk,
amelyet a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ és az Oktatási Hivatal 001-es számmal jelez, ez a Kossuth Lajos utca 26. szám alatti székhelyépület. Ez az állam által ingyenes használati joggal terhelt karbantartással közműveit az önkormányzat finanszírozza, minden más egyébet a Klik, tehát ami szakmai működés, azt a Klik finanszírozza. A Béke utcai könyvtár és ebédlő iskola által használt épület, de úgy van ingyenes használati joggal terhelve, hogy a feladat ellátásához az önkormányzat köteles biztosítani, nyilván ez ugye az ismert bérleti szerződés alapján történik, így természetesen a működtetés költségei az önkormányzatot terhelik. Szakmai feladat ellátás a könyvtárban folyik, amely szintén osztottan történik. Tudjuk, hogy külön soron szerepel szakfeladatként a Kliknél, illetve külön soron szerepel itt az önkormányzatnál, tehát ez egy ilyen vegyes ellátású egységünk. A Népházi Sportcsarnok területén intézményünk igazából csak bérlő, tehát ez a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ által és az önkormányzat által létrejött szerződés alapján működik, tehát itt mások a működési feltételek. A funkcionális feltételeket természetesen biztosítják, ezt ezúton is szeretnénk megköszönni, illetve fontos, hogy több szülő, több pedagógus többféle dolgot kér, a 001-es, illetve a Békeúti 003-as és a Népház 004-es egység. Sokan kérdezik, hogy hova maradt a kettes. A kettes az a kisoroszi tagintézmény volt mindaddig, amíg a Visegrádi Áprilő Lajos iskolához át nem került. Tehát számozásban a Klik ezt így tartja nyilván. Kiemelt feladatok inkább, amire szeretnék átérni, és amely én azt gondolom, hogy különösen ebben a tanévben jelentős együttműködést igényel, mind az önkormányzat, mind intézményünk részéről. Én úgy éreztem, hogy nem szabad visszatartanom azokat az információkat, amelyek nehézséget okoznak a jelenlegi épületekben történő feladatellátás kapcsán. Ezért részletesen leírtam, hogy a feladatmennyiségünk milyen mértékben növekedett, akár szakmai feladat mennyiség tekintetében, akár a napi működés tekintetében. A személyi feltételeknél egyébként felsoroltam, hogy az általános iskolában fölmenő kerettantervekkel együtt hetente 655 órát tartanak meg pedagógusaink, a zeneiskolában 153 órát, tehát hetente 808 tanítási órát kell megtanulnunk ezekben az épületekben. Nem kis szám, különösen, hogyha azt veszük, hogy 34,8 státusznyi pedagógus van nálunk, ez 40 főt jelent, ebből egyébként egy felmentés idejét tölti, kettő pedig tartósan beteg, tehát gyakorlatilag 37 ember látja el ezt a heti 808 órát. Ebből is látszik, hogy meglehetősen nagy a munkaterhelésük, és ez még csak a kötelező tanítási órákat jelenti. Ezeket a feladatokat, ahogy ellátjuk, be kell osztanunk az új kerettanterveknek megfelelő órarendszerén. Új kerettantervvel tanul az első, második, harmadik, valamint az ötödik, hatodik, hetedik osztályunk. A negyedik és nyolcadik évfolyamunk a régi kimenő pedagógiai program és tanterv alapján tanul, viszont hozzájön számukra a mindennapos testnevelés. Tehát ez egy rendkívül nagy mennyiségű órát jelent. Itt leírtam példaképpen, hogy jobban el tudja bárki képzelni, hogy ez mit jelent. Jelenlegi kerettanterv alapján egy hetedik osztályos tanuló heti kötelező óraszáma 31 óra. Ehhez iskolás specialitásaként második idegen nyelv tanulással választható tárgyként járul hozzá. Itt már ott tartunk, hogy 34 óra. A gyerekek javarésze zeneiskolás, ami minimum heti 4, de esetenként magasabb évfolyamon 6 óra elfoglaltságot jelent, és általában 1-2 szakkört szoktak választani is. Tehát ezek a gyermekek 40 órát ledolgoznak hetente, tehát ez még a házi feladat előtti állapot. Ezt kell beosztanunk nekünk 8 és 16 óra közé, tehát ezért nagyon szoros a napirendünk. Ebbe a napirendbe kell beleillesztenünk a tanulóknak az étkezését. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mondjam, nem mondjam, de hát mindjárt számára ugye ismert tényező az ebédlő szűk kapacitása.
és a tanrend beosztása annyiban nehezedett az új kerettantervvel, hogy még az első osztályosoknak is heti 26 óráig van. Tehát ez azt jelenti, hogy minden áldott nap legalább 5-1 nap 6 órája van a kiselsősnek, tehát úgy próbáltuk beosztani őket, hogy ők a tanrend közben tudjanak elmenni ebédelni. Emiatt viszont az ebédlő kapacitását változó arányban tudjuk kihasználni. Mai napon egy számítás folyamán le is ellenőriztük, hogy bizony 1/4-től 1 óráig mindösszesen az összes étkező, jelenleg 189 tanuló étkező 15%-a tud ebédelni. A következő 3/4 órában, bő fél órában, 1/2-ig a tanulók 20-25%-a ebédel. Ez azt jelenti, hogy a nagyjából egy időben végző rengeteg gyerek, tehát az étkező tanulók 60-65%-a tulajdonképpen egyszerre áradna be az ebédlőbe, hogyha ezt nem osztottuk volna a csoportokba. Ezt most csoportokba osztottuk. Ha nagyon flottul megy az ebédeltetés, az étrend, illetve hát az étlap olyan ételeket tartalmaz, ami könnyen kitálalható, könnyen elfogyasztható, és így gyorsan megy a dolog, akkor 3/4-3-ig, egyéb esetekben 3-ig, egy bőségesebb étkezés esetében 4/4-ig tart az étkezés jelen állapotában. Úgyhogy szerettem volna ezt a képviselőtestülettel mindenképpen megosztani. Ezek a gyerekek egyébként vannak ki 5.-6. osztályos. Tehát igyekszünk úgy osztani, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Ugyanakkor, amit elmondtam, kerettantervi órát, különösen a 8. osztályosok tekintetében, nem tudunk már több 0. órát beosztani a tanrendbe, tehát nyilvánvaló nekik több alkalommal 7. órájuk is van, tehát nekik vissza kell még érni ebéd után ezekre a 7. órákra. Ezt igyekeztünk megoldani, de most már látjuk, hogy az ebédlőnél gyakorlatilag az utolsó utáni órában vagyunk, ezt írtam le. Úgyhogy nagy boldogsággal töltött el bennünket a hír, hogy hamarosan talán föllélegezhetünk, mert én azt gondolom, hogy ez a nevelési munkára is hatással van ebben a tanévben mindenféleképpen, hiszen emiatt a fölmenő kerettantervi óraszámok miatt, a kis kapacitású ebédlő miatt gyakorlatilag a délutáni órák, foglalkozások is némileg csúsznak, és a zeneiskola, ami egyébként egy húzó ágazata az iskolának, a zeneiskolai órák késő estében nyúlnak. Tekintete arra, hogy korábban a kollégák nem tudnak elkezdeni dolgozni, mert minden gyerek próbál étkezni. Jelentős szám volt egyébként évelején, én azt gondolom, hogy 30-33 gyerek mondta vissza 2 hét alatt a déli étkezést, leginkább a időhiányra, illetve hát meggondolásra hivatkozva, azok a gyerekek, akik itt a faluban esetleg haza tudnak menni ebédelni, lehetséges, hogy hamarabb végeznek, mint hogyha az ebédlőben a közétkeztetésre kivárnák a sorokat. Én ezt szerettem volna elmondani, de én azt gondolom, hogy az intézményünk minden tőle telhetőt megtett eddig is, és meg fogunk tenni, és előre is köszönjük szépen a segítséget, hogyha ebbe a nagy beruházásba az önkormányzat belefog, és én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb ennek a problémának a végére járunk. Közben igyekszünk nap mint nap helytállni, de a szervezési nehézségek azok igencsak erőteljesen jelen vannak az életünkben. Az anyagot azt láthatátok, illetve az igazgató kiemelte azokat, amit fontosnak tart. Azt gondolom, hogy nekünk mind működtető, bár szólítunk erről még ma. Ugye azokat a nyári karbantás munkákat, amit megkaptunk listát, a lehetőségekhez mértem nyár bőven elvégeztük. Van olyan, amit nem végeztünk el, de külön padra tenném a lépületek a felmintását és külön padra a karbantartását. Tehát itt meg kell találni ezt az érzékeny pontot, amikor ezt meg lehet tenni. És én is szeretném nagy tisztelettel megkérni, hogy az önkormányzat a következő időszakban nem kíván rongálásból fakadó károk helyreállítását fölvállalni, mert gyakorlatilag ebben is az egy némi együttműködési hiányt szenvedünk, tehát ezt szeretném kérni, hogy ezt, ha lehetséges, akkor jobban tudatosítani a gyermekek, illetve a szülők irányába, hogy rongálásból fakadó károknak a
helyreállítása az igen nagy költséget jelent, és hát nagyon sok esetben volt, amikor úgy volt foglalkozás, hogy nem volt ajtó, mert vagy éppen az ajtó nyilvánvalóan nem azért szakadt át, vagy szakadt ki helyéről, mert rossz minőségű volt, hanem olyan fizikai behatás érte, amely gyakorlatilag nem tudta ezeket a fejtések. Ha szabad szólni, én azt gondolom, hogy ennek most már elejét fogjuk tudni venni, tekintettel arra összetemmel elsőjétől új házi rendel működik az iskolánk, tehát az összes ilyen típusú kérdésre én azt gondolom, hogy megfelelő szabályozást találtunk, elég alaposan át lett gondolva, tehát a későbbiekben én azt gondolom, hogy semmiféle ilyen jellegű problémát meg fogunk tudni oldani. Köszönjük szépen! A másik ugye, ami ebben a beszámolni sarkalmas, amit a végén van, ugye az étkezésnek a problémája, ugye az elmúlt évben, azt megnéző évben nem véletlen kiemelt fontosságnak tartotta a képső testület, hogy előkészítse az étkezde megépítését, a konyha megépítését, és azt gondolom, hogy a környezetben való elhelyezkedése, illetve a befogadó képesség, a kapacitása, az mindenképpen nagy mértékben alapvetően meg fogja oldani ezeket a problémákat, ugye tegnap előtt elkezdődtek a munkák, tehát aki ott arra jár, az láthatja, hogy a főmunkák elkezdődtek, ugye és a szervis alá írásától számítva 9 hónap áll rendelkezésre a kivitelezőnek, hogy működőképes állapotban, tehát jövő év második negyed évben nyára át tudja adni, és akkor pedig tovább tudunk majd lépni olyan területeket is, amelyben az óvoda beszámolóval is összefüggés van. Tisztelt kérdezem a képzőtársainak, hogy addig nyilvánvalóan kérem a tanár segítségét és a szülők együttműködő megértését. Ez a kapacitásunk nyilvánvalóan a hirtelen megnövekedett étkezési igénnyel korábban nem számoltunk, illetve nem a mi képességeinkhez fűtődve történtek a törvényi változások, ami a köznevelési törvény tartalmára volt tekintettel, ez lány nagyobb terhet volt, mint önkormányzatra, hogy a következet is tovább is önkormányzati kötelezően ellátandó feladatként rögzíti a törvény. Tisztelt képviselőtársam, kérdezem, hogy van-e kérdése? Most másik. Az előzőkben az iskolafogán szakra kapcsolatban megfogalmazódott egy probléma. Erre esetleg valamilyen megoldási javaslat. Az ellenőrző mint alkalmas eszköz elhangzott, alkalmazható. A következő a helyzet, ugye a múlt évben rengeteg jogszabályi változás volt, ami az iskola egészségügy, iskola fogászat és az iskolák kapcsolatát szabályozta. Ennek megfelelően egyébként az új házi rendünkben belekerült egy olyan kitétel, hogy az a gyermek, aki iskolafogászatra, illetve iskola egészségügyi ellátásra kerül, előzetesen írásbeli szülői hozzájárulást hoz magával. Természetesen ez már egyébként egy jól működő kapcsolat a gyermekorvosi rendelővel már ott bejáratódott. A védőnőktől megkaptuk az éves munkatervet, közösen azt elfogadtuk, az egyébként bélyegzővel hitelesítve rendelkezésre áll, tehát pontosan tudjuk, hogy mikor, melyik osztályt, hogyan oltják, hogyan szerezzük be hozzá a megfelelő szülői beleegyező nyilatkozatokat, hogyan jut el ez a megfelelő egészségügyi intézménybe. A fogászattal kapcsolatban valóban nekünk csak annyi lehetőségünk van, hogy bekérjük a szülők előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a gyermek ugye a szűrésen részt vehet, ezt tudomásul kell venni a szülőnek, hiszen a jogszabály így rendelkezik, de a kezelésekkel való eljutatás valóban a szülő feladata. Nekünk csak annyi a lehetőségünk jogszabály szerint, hogy a szülőt erről tájékoztatjuk. Tehát a szülőhöz el fog jutni nyilván a tájékoztatást, itt szeretném még megjegyezni, ami újdonság még a tanévben. 4 év kitartó munkája kellett ahhoz, hogy a doktornő által kiszűrt gyermekek végül gyógytestnevelési foglalkozáson tudjanak részt venni. Tehát rendszeresen most már gyógytestnevelő áll rendelkezésre az iskolába. Ez egy hosszabb munka volt, nyilvánvalóan a doktornő is korábban szűrte, és aztán vagy elvitte a szülő, vagy nem. Nekünk az első adandó alkalommal, ahogyan lehetőség nyílt rá, biztosítottuk ezt az ellátást. Én azt gondolom, hogy az iskola fogászattal is így kapcsolatba tudunk kerülni. És a másik nagyon fontos, ami az elmúlt 2 évben volt újdonság, talán még nem sokak számára ismert, hogy tekintettel arra, hogy a doktornő is, illetve a fogorvos asszony is szerda reggelenként áll a gyermekek rendelkezésére, úgy van beépítve az osztályfőnöki óra, illetve az osztályfőnökkel tartandó szakórák sávja,
Tehát úgy csináltam az órarendet, hogy ez a két órás időtartam van, amennyiben iskola egészségügyi vagy iskola fogászati szűrésre kerül sor, a gyermekek akadály nélkül elmehessenek a kerettantervi órák megzavarása nélkül. Kérdésünk képzőtársaimnak nincs. Én azért csak megkérdezem, mert nem tudtam kihámozni a városból, akkor lát egy garanciát, hogy a szülőhöz eljut az az információ. Az, hogy, hogy eljutatjuk a gyermeknek az ellenőrzőjén keresztül, hogy eljutatjuk, ezt tudjuk működtetni. Az, hogy a szülő utána hogyan dönt, hogy hogyan viszi vissza, ugye ez a szülő személyes felelősség. Jó, tehát be fog kerülni az ellenőrzőbe. Igen, jó, én azt gondolom a megfelelő. Az egy, szerintem egy garanciát mondom, mármint a felvétel. Mármint a felvétel. Persze, többi az már más. Jó, köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen, és más kérdés van-e képzőtársa? Nincs, tudunk szabadni. Aki elfogadja az igazgató beszámolját, azt kérem, készfeltartásra szabadszom. Köszönöm szépen, igazgató a bírunkát, kívánok. Köszönöm szépen. Remélem, hogy az utatáshoz sikeresen. Így van, csinálhatjuk. Köszönöm szépen. A második részben akkor tisztelten megkérdem az óvoda vezetőnéket, hogy fáradjon mellé. És akkor is megtartja a beszámolat, ugye írásban a beszámolat megküldtük. És azt szeretném a tisztelettel kérdezni a vezetőnek, hogy olyan dolgok, amit beszámolok, ki kíván emelni, illetve az mi az, amit hangsúlyozni szeretne beszámolóban, vagy azt kiegészíteni, de parancsoljon. Elsősorban az első osztályosokról szeretnék néhány szót. Szeptemberben a Petőfi Sándor utcai óvodából 18 gyermek kezdte meg az első osztályt, ők gyermekünk maradt úgyból nagycsoportos. Az Almási László utcai óvodából 26 gyermek, innen pedig 4 gyermek is mérje a nagycsoportot. Májusban megtörténtek a beiratkozások, minden jelentkezőt felvettünk, illetve előjegyzést vettünk. 2015. szeptemberétől minden 2015. augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltött gyermek óvoda köteles. Két gyermek esetében kérte a szülő írásban az első óvodai évad alapelmentést. Az egyik családi okokra hivatkozva, a másik pedig a korai fejlesztőt használja ki, még egy évig. Ha az óvodában jobb viszonyban lenne, akkor nem használhatnánk ki. A nyári zárás alatt 3-3 hétig volt lehetősége mindkét óvodától a szülőknek és a gyerekeknek igénybe venni az óvodát. A karbantartással kapcsolatban pedig annyit szeretnék kiemelni, hogy nyilvánvaló, mivel a tanuló óvodában egy pályázatot nyert az önkormányzat a csoportszoba bővítésre, ezért csak a tisztító mesztelések kerültek elvégzésre. A falusi óvodában szeretnék kérni, ami most elmaradt, mert nagyon-nagyon régen volt már a honlózat festése, gyakorlatilag az átadás óta nem került sor a felújításra. És mi úgy gondoljuk közösen az óvodában, hogy nagyon nagy szükségünk lenne egy olyan karbantartóra, aki egy héten egy-egy napot az egyik óvodában, illetve a másik óvodában tölt, hogy ne kelljen 3-4 heteket várni arra, mondjuk, hogy egy íróasztal össze legyen szerelve, és akár 2 napig tartson. Úgyhogy ezt szeretném, hogyha beszélni. És még annyit tennék hozzá, hogy az első családi sportnapon, amit megrendeztünk, nagyon-nagyon nagy sikerre tettek. Tanulva a kezdésből jövő évben egy kicsit később kell kezdenünk. Nem 9-kor, hanem 10-kor, de utána már nagyon sokan lettünk. 151 ezer forint lett össze, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó. És a szülők már most nagyon-nagyon készülnek a jövő évi családi sportnak rendezvényekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye szeptember 12-én volt, ugye? 12-én volt a családi sportnap, és én magam is ott voltam reggel, és
minden részletünk közösen a reggeli, ahogy tetszik, akkor a bemelegítésen, és hát ugye 10 óra volt az időpont, amikor úgy mozgásban lendült, ahogy tetszik a óvodáskorú gyermekek családjai. Hát kárkonos tárgyat képezhet, de a kezdeményezés jó, a helyszín szerintem megfelelő. Jó helyszín volt ez a óvodásoknak, új környezetben, szabadban voltak, tehát én azt gondolom, hogy... Minden helyen bekerült, mosdó, konyha, tehát minden alatt. Tehát egy távolról az, ugye, tehát ez egy jó kezdeményezés, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez továbbra is támogatott, ahogy most támogatjuk, én azonban a jövőben is ezt a segítséget meg tudjuk adni. A karbantartásra vonatkozó felvetések azok megfontolás tárgyat képezhetik. Tekintve arra, hogy növekednek folyamatosan az igények, azért hogy megkapjuk minden évben, mindig többet és többet igény, több sort kell teljesíteni. Ugye hát itt a gyermekkoros ügyelet, vagy a rendelő kapcsán is volt egy, illetve hát lenne egy elképzelés, mert ott is a váróteremnek a némi részleges átalakítása sokat segítene a helyzeten. Tehát látjuk, érzékeljük a problémát, de olyan mennyiségű feladatot kellett, vagy kell naponta, hogy is együtt dolgozunk, elvégezni, ami fizikai korlátokat is szab több esetben. Nagyon nagyok az elvárások a település minden intézményei tekintetében, a lakosságnak is nagyok az elvárásai, és a kapacitásunk, azt pedig látjuk, hogy miután sok gépet vásároltunk, mi így is az elvégzemi feladatok tekintetében nagy a terhelés. Hál' Istennek, de ez ugye következményekkel jár, sok programunk van, sok hétvégi programunk van, akár az önök programra is, mert ugye itt is az állományunknak az hétvégén ezen dolgozik, erre színfalat kellett állítani, stb. Tehát ezek mind olyan plusz feladatok, amelyek egyrészt hétvégesnek, amely ugye egyrészt munkabér növekedést is okoznak, másrészt pedig kapacitás hiányában nem mindent tudunk. Igen, homlokzatot azt talán megbeszélhetjük. Amit én szeretnék majd hangsúlyozni, de majd itt beszélünk, van egy másik rész, ahol létszám növekedés tekintetében kellett is egy döntést hoznunk, hogy a létszámot tudjuk tartani, amit ugye majd a kisterfelés eszközölni kell, és a pénzügyi jelentések kapcsán némi probléma volt a létszám adatokkal, azt kérném akkor a tisztelettel, hogy amit a pénzügyi, amit megkapott a pénzügyi nagyon jó szakuli választ, amit a kincstár bekért tőlünk, azt mielőbb tegyük meg, és tehát a kincstár adatoknak, illetve a clear rendszer, a KIR rendszereknek azoknak most kímálni kell, hiszen azok az alapinformációk, ezek összeérnek egy pontban, amely nem más, mint a kincstár. Tehát erre majd arra kérem, hogy a pénzügyi legyük működve ezt precízebben is, és a napra kisiket tekintve pedig valósághű adatszolgáltatást tudjuk végezni. Tehát ezt kérném nagy tisztelettel. Kérdezzem a képzőt. Másik kérdés, a csoport létszám hol van maximálon, milyen létszám? 25 fő. Középső meg nagy csoport képje. Most határozott az ország? Nem van, valami csak az azért kérdezik rá. Köszönjük, hogy most határozott a visszatérjük. Két dolgokat, a Bogos és Fejtad. Igen, tehát ugye ebben a táblázatban látható, ez a mai napra is alakunk. Ugye a két teretésre, a Tajtótól, Petős Ámbica és az Almási László utcainál. Tekintett arra, hogy ezeket a számokat produkáljuk ilyen részben, örömi számunk részen sok gyermek születik, tehát a lélekszám a fiatal korszak tekintetében pozitívan változik. Nyilvánvalóan a két csoportnak a kialakítása az némileg ennyi fogja a problémát. A feszültséget már onnan látom, hogy lesz, akinek majd át kell vinni ugye tagi település része a gyermekeket, de azt tudomásuk kell vennünk, hogy ez egy olyan kényszer, amelyet törvényi feltételek is meghatározott számunkra, tehát magát a lehetőségek azok most ebben az irányban tendálnak, de a két csoportszoba
megépül a konyha helyén, ősz december 31-én, hogy ezt átadunk a fényviszóképnő, folyton elszámolunk, akkor ezen tartítani fog, és ugye a törvényi elvírás kötelezettség, ugye erről a testületi döntés birtokában lehet ezt a csoport létszámot fenntartani. Ha jól mondom, ugye ez az. Erre vonatkozóan kell egy döntést hoznunk, amely a testület határozat formájában ennek megfelelően került kiküldésre. Van egy kérdés a képviselőtársaimnak a odavezető nőhöz, a határi javaslatban foglaltaknak megfelelően akkor csoportlétszám módosítást ennek akkor eszközölnénk. Aki nem tudja, azt kérem készletletesre szavazzon. Köszönöm szépen. Egy jó meg elfogadjuk a beszámolt, illetve magát a határozatot, amely előterjesztésében közel működött tartó, és akkor pénzügyel akkor legyen kedves, akkor felvennek azt, és akkor ezt pontosítva rendezhetem kislány irányába. Tartozatot ezt végezzük el. Nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok. A következő napjani pontra áttérhetünk. Ugye tájékoztatom a nyári karbantartási munkákról. Gyakorlatilag részben, sőt, különös tekintetben elég részes érintettük. Ugye gyakorlatilag iskola, óvoda, konyha, népház, sportcsarnok tekintetében végeztünk karbantartási munkákat. Ezeket sikerült oktatási év kezdetéig elvégeznünk. Most is van folyamatban még, ami érinti a népházat, hiszen az árkádoknak a felújítása illeszkedve a sportcsarnok külső homlokzatának a felújításához. El is folyamatban elkezdtük. Ugye a sportcsarnok külső homlokzatának a felújításában a testület döntött, a kivitelezőt kiválasztottuk, és a munka gyakorlatilag 60-70%-os készenlét tekinthető. A intézményi felújítások élet folyamatos munkák ezt takarják. A Hősök tere részbeni felújítása megkezdődött, és itt szeretnék olyan információt eloszlatni és megmutatni mindenkit, hogy a Hősök tere átalakítása az gyakorlatilag egy hatósági engedélyes tervek alapján megy. Ami zavarónak tűnik, a bejárói szint magasság, illetve a máskoda lévő magasság semmiképpen sem fogja megválaszthatom ilyeneknek a környezetet, a közvetlen környezetet, ami azt jelenti, hogy a kőlábazat, hogy egyszerűen fogalmazzak, nem fog eltűnni, tehát ugyanolyan magassági telepviszonyok lesznek kialakítva, mint ami eddig volt, hanem a burkot válik egységesen, rendszeresen vízszervezetés is gyakorlatilag azon a területen megfelelő lesz. Erről lesz készít az Erdának a fogadó oldala, illetve megemelésre kerül a vízgyűjtő rácsizat, ami olyan keresztben húzódik, és ugye az átjárások gépelművel meg fog szűnni. Tehát mindenkit kérnék, hogy szemlélje a beruházásunkat. Ez folyamatban van. Ugye megkezdődött, amiről beszéltem szintén, a konyhait kezdve építésnek a főmunkái. A kivitelezőnek át lett adva a terület, és a kérésének megfelelően fizikailag lett határolva, illetve hát bizonyos tekintő a népház irányából pedig náddal lett ellátva a kerítés, hogy gyakorlatilag ha majd rendezvényeket tartunk, akkor az építkezés, hogy tetszik a felvonás, az látványában sem okozzon problémát. És ugye 20-át már ebben a körzőben fogjuk megtartani, ugye most hétvégén szombat lesz, itt van vagy Magyarország szeretlek rendezvényünk keretében, ahogy mi tajtót van, szerezünk, szeretjük a címmel. Ugye ebben a körzőben lesz kialakítások, némileg átalakítjuk a kerítéseket, tehát átjátról tetszik a rendszert, és én azt gondolom, hogy el fogunk férni azokkal a programokkal, azokkal a kultúrás eseményekkel, amelyet erre területen rendeztünk, szerveztünk. Jelenlőben nem kívánnék bővebb lehetőséget adni, úgyhogy ezeket a munkákat közösen egyeztetve a bizottságokkal együttműködve
tettük, végezzük, és fogjuk is ezután is végezni. Van egy kiegészése a napi ponthoz. Hát a bizottság ezt a majmannyit, ugye Miklós már szólni fogsz, de nincs, akkor ezt a napi pontot én mondom észre, lezárnám, és átérnék.